Jó estét kívánok! A székesfehérvári kerékpársportnak nagyon szép hagyományai vannak, legyen szó akár a verseny eredményekről, akár a sportolói létszámról, vagy éppen nagy eseményekről. Az utóbbi években ezt a hagyományt a Szingó Team viszi igazából tovább, legalábbis ami az országúti kerékpársportot, szakágat illeti, hiszen egyrészt örvendetesen nő a létszám, másrészt pedig most már remek eredményekkel jelentkeznek a Szingó versenyzői. Ennek legjobb példája, vagy legújabb példája, úgy mondom szerencsére, ráadásul utánpótlás korosztályban, ami ugye egy hosszan tartó szép jövőt vetít előre, hogy U17-es korosztályban az országúti, illetve az időfutam bajnokságon is született fehér Vári aranyérem, ezeknek a gazdái, a tulajdonosai, a remek eredmények elérői itt vannak velünk a stúdióban. Neubauer Eliza, aki az országúti mezőnyversenyt nyerte meg, illetve Hideg Nóra, az időfutam magyar bajnoka. Gratulálok mindkettőtöknek. Köszönjük. Ugye most voltak ezek a versenyek Debrecenben, illetve Komlón, ami azt jelenti, hogy nyilván egy hosszú felkészülés előzte meg, vagy hát egy hosszú szezonnak a részeként indultatok el a versenyen. Milyen reményekkel, meglepetés ez a győzelem? Hát én úgy indultam el, hogy szerettem volna megnyerni. Erre készültem. Kölcsön kaptam egy elég jó időfutambringát hozzá, és minden reményem valóra vált. Tehát ez nem jelentett problémát, hogy kölcsön kerékpárra kellett menni? Nem, mert május legelején kaptam, és volt időm hozzászokni. Liza, neked mennyire volt elvárás a győzelem magaddal szemben, vagy veled szemben, esetleg kívülről? Hát nekem az időfutam ott nem volt semmi, mert hogy nekem igazából az nagyon nem megy. A mezőnyversenyen ott reménykedtem, mert nekem feküdt a pálya, a hegyes pálya nekem nagyon fekszik, és reménykedtem, hogy azért ott hely tudok állni, és hogy úgy fel tudok menni, ahogy mások nem. Úgyhogy... Hát ez elég jól sikerült. A hegyes pálya, azt mondod, mennyire volt kemény ez a terep? Hát nekem hát eléggé kemény volt. Voltak olyan pontok, amikor mondtam magamban, hogy jó lesz a második hely is, de azért a végén ott összeszedtem magamat, és mondtam, hogy azért most már meg kell csinálnom. Úgyhogy, és szerencsére sikerült is. És hogy alakult akkor a verseny? Azt mondod, hogy volt második hely is, látunk, vagy nézhetünk képeket is. Szóval, hogy mennyire sikerült az elején rögtön ott maradni a bójjal? Egyáltalán nagy bój volt-e, magányos szökés, hogy alakult? Hát az elején volt egy nagy szökés, és nagyon sokat rángatták is a mezőnyt. Ott igazából már ott kezdett eldőlni, hogy mi lesz, mivel hogy a mi mezőnyünkben mi is leszakadtunk az elejétől, de én egy ilyen hatfős bojban voltam, és abban volt az egyik legfőbb ellenfelem is, úgyhogy ketten voltunk egészen az elejétől, mert ez az első hegyen volt, és onnantól kezdve közösen tekertünk, hogy a többiek ne tudjanak felérni ránk, és az utolsó hegyen dölt el, úgyhogy ott dölt el minden. És a hegyi befutó volt ezek szerint? Igen, hegyi volt. Kemény, kemény. Bár nem tudom, hogy ebben a korosztályban a lányok között mennyire nagy és éles a verseny, egyáltalán mekkora mezőnyről beszélünk, és mennyire voltak nagy ellenfeleid? Hát most itt kevesen voltunk, mivel akik úgy nem nagyon megy nekik a mezőnyverseny, azok már el se jöttek erre, mivel hogy ez már a legnagyobb verseny, ezért itt nagyon már csak a legjobbak jönnek el, és hát viszont a fiúkkal indultunk, úgyhogy eléggé nagy mezőny volt. Mekkora távot kellett megtenni? 47 kilométer volt, és 650 méter szinten. Nyilván, mikor látjuk a nagy országúti versenyeket, akkor van elképzelésünk, hogy milyen elképesztő dinamikával halad, és hogy milyen fantasztikusan szép látvány egy ilyen verseny. Hát ezt a kívülről nyilván nem tud élvezni. Mekkora sebességgel megy egy ilyen lány mezőny mondjuk a te korosztályodban? Hát itt az átlagsebességünk olyan 31 volt összesen, hát lefele a max az ilyen 65 volt, de az áttétel miatt ez nagyon pörgős volt, és hogyha lett volna nagyobb áttétel, akkor jobban ment volna lefele, de hát nagyon kipörgettük, ez volt a max. Hát azért nem sem kell szégyenkezni, nekem halálfélemem lenne egy kerékpáró 60 kilométernél, mert elég sokat szoktam biciklizni, tehát gyakorlatilag gondolom megtanuljátok ezt kezelni, még akkor is, hogyha tekerni kell 60-valány kilométernél, tehát ezt kérdeztem, mi az időfutamnál is, meg ott aztán meg egész hosszan kell ilyen
nagy sebességgel menni, hát ha nem is 60-nal végig. Hát igen, volt egy kis szél a pályán, emiatt ez egy 15 kilométeres pálya volt, odafele 7,5 és visszafele is. Odafele volt egy kis hátszél, emiatt könnyen tudtam tartani azt a 200 wattot, ami volt. Ez sebességből olyan 45 körül itt jelentett. Aztán jött a fordító, és visszafele már csak olyan 36 jobb esetben. És a, hát a watt az ugyanaz lett, de végül is elégedett vagyok, mert ott már szenvedtem. Ilyen átlagpulzusban 192. És hát az rengeteg, elképesztő. És mennyit kellett váltani? Tehát neked itt egy időfutam az úgy megy, hogy megtalálod mondjuk az optimális sebességet, és akkor azzal próbálod, vagy azt próbálod tartani áttételben is, vagy pedig azért ezt váltogatod? Hát az edzőmmel előtte konzultáltunk, és ő mondta ezt, hogy odafele lehetőleg 200 watton menjek, és próbáljam meg visszafele a többet. Pedálfordulatban próbáltam 90 körül tartani, mert nekem az az optimális, és akkor így. De neked meg mondjuk tereppel akkor legalább nem kellett nagyon megküzdeni, mert mit a szélviszonyokon kívül ez. Igen, szerencsére. Nagyon nagy számok ezek, úgy belegondolok, hát most ugye U17-ben indultatok, de hát jó, a fiatalabbak vagy. U19-ben, bocsánat, de fiatalabbak vagytok azért még ennél a korosztálynál, tehát még jó, beszéltünk arról, hogy ennél még ti sokkal gyorsabban is fogtok kerékpározni nyilván. Ez a vonzó benne, vagy mert menjünk oda-vissza, hogy egyáltalán miért kezdtetek annak idején pont a kerékpársporttal foglalkozni? Hát nekem ez az egész úgy kezdődött, hogy tesóm révén nagy animés voltam, és van egy biciklis anime, a Jovamushi pedál, megnéztem, és akkor én úgy döntöttem, hogy szeretnék kerékpározni. Most ezeken fordítsd le magyarra, jó? Mert én ebből az animéből se értettem semmit. Az egy japán rajzfilm, és akkor annyira megihletett, hogy hát összegyűjtöttem a kis didegetett pénzemet, megvettem az első országutim, megkerestem a Szingót, és akkor azóta velük. Aha. Rajzfilm, óriási. Azért jó, hogy ilyen filmeket néztél gyerekkorodban, nem valami más, mint hogy hol kötöttél volna ki. Igen, hát Lize nálad, nem tudom, családi indítatás volt? Igen, apával egyszer elmentünk, hát így szoktunk egyébként is biciklizni, de föltekertünk a kékes tetőre, és utána kérdezte apa, hogy nem szeretnék velük többet edzeni. Benne volt a kérdésben a válasz, de... És akkor mondtam, hogy hát először az volt a válasz, hogy hát nem, majd hogyha máskor így mennek így túrázni, akkor majd elmegyek velük. De aztán mondtam, hogy hát nézzem meg. És akkor elmentem az egyik első edzése abban az évben, és hát nagyon megtetszett, úgyhogy elkezdtem arra járni, és utána meg már külön edzéstervet kaptam, és akkor ott választhattam, hogy montizok, vagy országutizok. Elmentem az első montis edzés. És komolyan választhattál? Tehát fölkiráltak az lehetőséget? Igen. Hát elmentem az első montis edzésre, ahol el is estem, úgyhogy azt inkább hanyagoltam. De rögtön az elején túl voltál a nehéz így gyakorlatilag. De az országúti az nagyon megtetszett, és velük nagyon szeretek. Hát nem tudom, én poénkodtam volna, hogy sanyarú gyerekkora van annak, akinek ugye az apukája kerékpár sportban van benne, megkezdik, hogy megyünk egy kicsit kirándulni, másoknál ez mondjuk egy velencei tókört jelent fél nap alatt, meg fölmentek a kékesre, és ott még meg is kérdezik, hogy van-e kedved ehhez az egészhez. De hát akkor ezek szerint tényleg megfogott a hangulata a dolognak. Sebességekről, meg tényleg ennek a vonzerejéről beszélünk, de azért ez kőkemény, nem? Tehát itt azért ugye az edzésekkel, mint aztán pláne a versenyen, nagyon kemény fizikai teljesítményt kell leadni. Hát rátok nézve azért egy kicsit így szkeptikus az ember, hogy tényleg elképesztően komoly erő kifejtés ez. Hogy bírjátok? Sokszor nehezen. Volt olyan edzésem, ahol intervallokat kellett csinálni, mondjuk 4x6 percet, és akkor elkezdtem. Nem volt hozzá kedvem. Jött az első 6 perc közben, olyan 3 perc körül, hogy én ezt nem akarom, nem csinálom, elég volt. De csak azért is megcsináltam, mert kell. Tudtam, hogy ez kell. Ugye, hogyha mondjuk futásba csinálod ugyanezt, mert mondjuk atletizálni, biztos többen atletizálnak, mint annyian kerékpároznak. Mégis ugyanezt a stációt éli át az ember, hogy nyilván, hogy van, amikor meg akar halni. A kerékpár az valamelyest azért változatosabb azáltal, hogy van egy biciklid, vagy... Messzebben lehet jutni vele. Hát az biztos. Rövidebb idő alatt. Igen. Igazából ugyanaz szerintem, mert szoktam edzeni futva is, de ugyanazt élem át így közben. Hogy jaj, de rossz.
A végén már jó, amikor tudom, hogy jól megcsináltam, és túl vagyok rajta. Igen, azt tud jól lenni valóban. Na de hát azért mondjuk, amikor komolyra fordult a dolog nálatok a családon belül, akkor gondolom már nem nagyon volt választásod. Körülbelül mennyi idő, vagy hány éves korodban dőlt el, hogy te tényleg ezzel az országúti kerékpározással fogsz foglalkozni? Hát igazából így nagyon nem dőlt el, mert hogy így, hogy vett apa nekem egy országútit, és akkor szoktunk kijárni, így biciklizni. De nagyon nem volt róla szó, hogy én most így komolyanban fogok versenyezni, hanem csak úgy elmentünk egyet edzeni. Nem is volt edzéstervem, csak úgy simán egy-egy tókört mentünk. És az apa mondta, hogy próbáljuk meg, lesz a szezon első versenyén, próbáljuk meg, hogy milyen szinten vagyok a többiekhez képest, és hát utolsó lettem. De ez nagyobb önbizalmat adott, hogy következőre még gyorsabb legyek, mert éreztem, hogy tudok ennél jobb teljesítményt is nyújtani, és a következő versenyeken már egyre jobb lettem, és még abban az évben lett az első magyar bajnoki címem, úgyhogy utána meg már tényleg ez hajtott, hogy akkor jövőre is még többet nyerhessek. Hát ez is mutatja, hogy ugye fejben dől el nagyon sok minden, és hát szerencsére úgy látszik, hogy jó versenyzői alkat vagy, akiből adott esetben a kudarc is a jót hozza ki. Mennyire nehéz az, hogy egy ilyen versenyen pont erre vonatkozik a kérdés, ahol azért sokan vannak olyanok is, akikkel nem találkozol, csak ott a versenyen, és nyilván mindenki megpróbálja azért a magából a legtöbbet kihozni, hogy tiszta fejjel a saját versenyedre koncentrál. Mert gondolom azért itt is létezik taktika, megvan az erőbeosztás, mikor, hogyan kellene, elmész-e egy bolyjal, egyedül próbálkozol, mikor robbantasz, ezeket mennyire nehéz felépíteni országúton? Hát ez a mezőnytől függ, és általában előtte meg szoktuk beszélni a taktikát, hogy akkor most melyik hegyen tudjuk előre a pályát, hogy most melyik hegyen próbáljak szökni, vagy általában olyan általánosságban szoktuk ezt megbeszélni, hogy jó, akkor most az összes támadásra reagálok, vagy csak kimondottan emberekre, hogyha most akkor ő támad, akkor arra mindenképpen kell menni, hogyha a többiek, akkor azokkal nem kell foglalkozni. És igazából ez ott szokott eldőlni, és ott rajtam múlik, hogy akkor most most megyek, vagy maradok. De általában szerencsére ezt jól meg szoktam látni, és nekem nagy előnyöm, hogy átlátom a mezőnyt, de viszont az utat, az nagyon nem, és sajnos sokszor el szoktam tévedni. Még kell valaki, aki visz magával. Mert a tavalyi országúti baj, vagy az időfutam magyar bajnokságon is eltévedtem, úgyhogy hát ez nagyon... Az ciki. Még a Tour de France-on ritkán tévednek kell, de ott annyi ember áll az országon szélén, hogy majd hátra egyszer. És Dori, mondtad, hogy te így a mezőnyben, az a mezőnyversenyen annyira nem szeretsz annyira, mert ugye egészen más tulajdonságokat és másfajta erényeket követel az időfutam, ahol viszonylag rövidebb idő alatt, de nagyon-nagyon intenzíven kell menni. Hát nincs bajom a mezőnyversenyekkel, most már fejlődök, hogy jobban tudok. Kellemesen, kényelmesen el lehet lébecolni, nem? Tehát ahhoz képest, ami egy időfutamon van. Hát az a baj, hogy ez nem annyira jön össze, mert mi a Lizzie-k korabeli fiúkkal indulunk, akik már annyira erősek, hogy konkrétan nekünk abból állt a verseny, hogy az nyer, aki minél tovább ott tud maradni. És akkor az első kör végén, öt kört mentünk, az első kör legvégén, hát egy lány kivételével mindenki leszakadt, és akkor ott mentünk egy bolyba végig. De nem tudom, senkiben mindenki elengedte azt, hogy ő most nyerni akar, és csak a második helyért versenyeztek. És ez szomorú volt, mert nem mentünk úgy igazán, mint amit vártam, hogy akkor most szenvedés, de fájdalom. Hosszabb távon egy tudod képzelni, hogy mezőnyversenyben is igen, hát versenyezni fogsz? Fogok is. Hát nyilván nem is lehet ezt kettőt külön venni, hiszen nincsen, vannak időfutam specialisták, de ugyan a nagy versenyekre, hogy mindenki mindent teljesít. Hát, ahhoz képest, ahogy elkezdtem versenyezni, most már határozottan nem félek annyira a mezőnybe, és néha bátran beteszem a kereket mögéjük. Hát, ha már a félelmet szóba hoztad, ezt akartam is kérdezni, hogy nyilván az ember soha nem a legrosszabbból indul ki, de mondjuk például, ha már az atlétikát említettük, hát mondjuk sok futó között azért nem történik jellemzően sok baleset, pláne hogyha pályaverseny van. Kerékpárban azonban mindig látjuk a jó kis felvételeket, akár kisebb versenyen is, hogy egyesével, kettesével vagy sokasával összegabajodnak. Ennek a
Létezik ilyen félelem egyáltalán, hiszen sebességet kontrollálni kell, utat figyelni kell, taktikára, és akkor egyszer csak az van, hogy hirtelen egy másodperc alatt le kell reagálni, mondjuk egy valaki beteszi eléd a kerekét. Hát én estem már el, két éve volt egy, hát lényegében az utolsó legfontosabb verseny a szezonban, és összeakadtunk, két lányjal összeakadtunk, és én húztam a rövidebbet, elestem, széttört a bukón, meg minden, elég nagy esés volt, de igazából az utána következő időszak arról, hogy akkor már azért bennem van egy kis félelem, hogy most ha elkanyarodok, akkor megtapad-e a gumi, vagy nem. Hát még nektek még nem adatik meg, hogy rögtön egy másik jó biciklit hozzátok vágnak olyankor esés után. Lizzie, nálad ez hogy működik? Teljesen ki tudod zárni a félelmet? Hát így a mezőnyben nem nagyon szoktam félni, viszont én is már estem el. Szerintem sokkal rosszabb, hogyha mondjuk egy másik sportában, mint például a box, hogy megütnek. De nem jutott volna eszembe ez a párhuzat, de igazad van alapvetően. Hát itt igazából csak horzsolásokat, nagy részben horzsolásokat szerzel, és igazából jó, hát nem maradjon is így, tehát a kulcsontotok még akkor rendben van. Azért a profi ringások legtöbbjének azzal már azért volt gondja egy-egy. De hát mondjuk az edzésen is előfordulhat, nyilván nem kell hozzá feltétlenül verseny. Az időfutamra még egy másodpercig visszatérve, ennek azért tényleg megvan az a fajta, hát hogy mondjam, ilyen misztikuma kívülről nézve, hogy azért itt olyan sebességgel hosszabb távon haladnak a bringások, ami azért egy kerékpárnak nem a sajátja adott esetben. Nyilván az országúton én a kis trekkingemmel hiába próbálnám. Mennyire vonz ez a sebesség téged? Vonz. Szeretek gyorsan menni, de időfutamban engem a szenvedés vonz, hogy akkor most ott... Tökéletes alkat vagy hozzá akkor, mert ennél többen jobban szenvedni. Te tényleg azt szereted, hogy minél jobban kitolni a tűrés határt? Be lehet állni tempomatszerűen egy adott pulzusra, sebességre, és csak koncentrálni kell, hogy az menjen megy tovább. Megy az ember, mint a gép, nem is gondolkozik közben. Aha. De hát nyilván eljön az a pillanat, amikor azt egy kicsit fokozni kell, mert hát, ha nyerni akarsz, akkor gyorsabbnak kell lenni a többinél. Hát fantasztikus, szép eredmények ezek, és hát reméljük, hogy még csak a kezdet, hiszen tényleg annyira fiatalok vagytok. Mennyi edzéssel éritek ezt el most jelen pillanatban? Mennyire tölti ki az életeteket a kerékpár? Nekem van heti 6 edzésem általában. Ebben benne van a hétvégi verseny is, de körülbelül minden egyes nap tekerek. Nekem heti 5 edzésem van, abból 3-4 bicikli, szoktam futni, meg hogyha adatik, akkor úszni. Én szeretem ilyen színesebben csinálni az edzéseket. Szeretete vár a triatlon sportban, esetleg, hogyha... Hát nem, igazából ezeket tényleg ilyen edzés szinten szoktam, hogy futni, és azokat meg tudom úgy csinálni, ahogy, amit biciklinkkel, hogyha elmegyünk nyaralni, vagy valahova külföldre, ahova tényleg nem tudom vinni a biciklit, akkor a futással is ugyanazokat meg tudom csinálni. De a biciklit szeretem a legjobban, és tényleg ott az tényleg a legjobb, amikor szenvedsz például a hegyen, vagy időfutam közben. Úgyhogy nagyon szeretek edzeni is. Tökéletes alkatok vagytok. Tehát aki szeret szenvedni, annak az élsportra abszolút adott, hiszen ott valóban rengeteget kell tenni a győzelemért. Közben itt van ez a mez, amely a magyar bajnok meze, és amelyet itt tehát föl tudunk mutatni, hiszen ez a Szingó Team időfutam országos bajnokságon elért aranyérmét jutalmazza. Ez tehát Nóri Éde elmondta, hogy ez nem lesz rajtad, ez csak ilyen díszmez? Nem, ez dísz. Ez a szobám falán fog lógni örökre. Hát még annak gyönyörű tényleg, azt nem tudja, hogy beleférné le egyáltalán. Itt nincsenek ilyen mezzel megkülönböztetett dicsőségek, mint a nagy országúti versenyeken? Hát lehet csináltatni, most nekem lesz is, meg Lizinek is, olyan meze, amit én például időfutamon hordhatok. És akkor jogosan magyar bajnokként. Az a jó, mert a nagy tömegben téged biztos, hogy meg fognak tudni majd ismerni, mert más, vagy speciális mezed lesz. És én is hordhatom, én pedig a mezőnyversenyen hordhatom a magyar bajnoki mezt, ami ugyanolyan lesz, mint a mostani mezünk, csak annyi, hogy a szingó felirat alatt lesz egy magyar bajnoki zászló.
Hát ez, amit a foci csapatoknak tudod, fölvarják a csillagokat, ha nyernek egy világbajnokságot, ha már éppen ugye ebbe az időszakban beszélgetünk. Nos, hát nyilván a szezon azért még javában zajlik, ez a nagyon kellemes meleg idő, biztos, ha szeretitek a szenvedést, akkor tökéletes. Milyen feladatokra készültök most? Nekem ez a hét, ez viszonylag pihenő hét. Kiszámoltam, hogy olyan 6 óra edzést írt az edzőm, és hétvégén lesz egy verseny Ausztriába, oda szeretnénk menni. És hát utána meg elindul a felkészülés. Mm. Ja, nekem is ezen a héten eléggé laza, mert ugye pihenünk az országos bajnokság után. Én is megyek erre a hétvégi ausztriai versenyre. Utána lesz még itt kincsesbányai versenyen, indulunk. Utána még lesz egy pár verseny a szezonban, szeptember végéig. És akkor utána lesz egy hosszabb pihenő, és akkor utána pedig indul a felkészülés a 2019-es szezonra. Még mindjárt egy kicsit a hosszabb távú tervekről is beszéljünk, de ha már itt a nyárnál tartunk, a Tour de Hongrit megnézitek? Ugye most aztán lehet látni a test közelből a profikat. Igen, itt leszünk a Tour de Hongrin. Na hát nagyon sok szeretettel várjuk majd természetesen Fehérvárra száguldó kerekeseket, és hát nem tudom, mennyire képzelitek el a jövőtöket, a távolabbi jövőtöket is ebben a sportágban. Egyáltalán a Szingó jelenleg mennyire tudja biztosítani azokat a körülményeket, amik nektek kellenek a felkészüléshez? Szerintem Magyarországon a Szingó az egyik legjobb egyesület, mind támogatásilag, mind csapatügyileg. Hát mi szerintem többek vagyunk egymásnak, mint csapattársak. Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag itt most a feltételek adottak ahhoz, hogy hosszabb távra is jó alapokat szerezzetek, és akkor úgy is képzelitek el magatokat, akár sok év múlva is, hogy a kerékpársportban? Hát a Nóri szerintem igen. Mindenki mondja el a másikról, tényleg az olyan egyszerű. Én hát szeretnék minél tovább versenyezni, és utána is a sporttal is foglalkozni, de a főbb állásnak nem a kerékpársportot. Hát úgy tudom, hogy ugye profi magyar kerékpársport, mint olyan nem nagyon van, tehát vannak istálók, nem tudom, hogy nyilván megélni ebből azért nehéz. Viszont, hogyha ez is fejlődne, tehát adott esetben azért mondjuk nemzetközi szinten versenyezni, az jó lenne, nem? Igazából nekem ebbe a hónapba, júliusban nem is lesz itthoni versenyem, én csak külföldön leszek, úgyhogy végül is eléggé adottak. De én majd jövőre érettségizek, és szeretnék elmenni egyetemre, és majd utána ki külföldre, és úgy jobb esetben profivá válni. Ott is folytatni. Igen. Hát nagyon remélem, hogy jól sikerülnek akkor ezek a nyári versenyek is, meg hát természetesen a pihenés is, mert ugye arra is szükség van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és gratulálok még egyszer a fantasztikus eredményekhez. Köszönjük! A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet. Kerékpározni egyébként ideális idő van, és nagyon jó körülmények várják ugye itt Fehérvár környékén azokat, akik szeretnek, de azért a sebességet tessenek vigyázni, ha nem ilyen profik, mint a lányok. Viszontlátásra!